Előzetes letartóztatásba került az a 22 éves dán férfi, aki tegnap este lövöldözött egy koppenhágai bevásárlóközpontban. A támadó 10 emberre lőtt rá, 3-an meghaltak, 7-en pedig megsebesültek. A plázában pánik tört ki, menekülés közben pedig még 20-an sérültek meg. A rendőrség kizárta a terrortámadás lehetőségét, de a támadás indítékáról továbbra sem tudni. Az álmokfutó magányos elkövető volt, mentális problémái vannak, most is pszichiátriai megfigyelés alá került. Pánikszerűen menekülő emberek, lövések zaja. A mobiltelefonnal rögzített felvételt abban a koppenhágai bevásárlóközpontban készítette egy szemtanú, ahol vasárnap este nyitott válogatás nélkül tüzet a vásárlókra egy fegyveres. Az egyik bolt bejáratánál álltam, amikor meghallottam a lövéseket. Elkezdtek felém futni az emberek, és én is szaladtam velük. Egy üzlethelyiségben bújtunk el, próbáltuk kideríteni, mi történt. Ekkor újabb lövéseket hallottunk, 2 vagy 3 a másik irányból. Kitört a pánik, az emberek rohanni kezdtek a kijáratok felé, majd vissza. Beszaladtak az üzletekbe, és próbáltak elbújni hátul, mondta ez a dán nő. A szemtanúk arról számoltak be, hogy az első lövések eldördülése után sokan az üzletekben, a mosdóhelyiségekben próbáltak menedéket keresni. Mások a vízkijáratokon próbálták elhagyni az épületet. A menekülés közben sokan elestek és megsérültek, 20 embert a mentőknek kellett ellátniuk. A támadóról is készült több felvétel, amelyen jól látható, hogy egy vadászpuskával a kezében járkál az üzletház folyosóin, majd rohanva újra támadásba lendül. A koppenhágai rendőrség nagy erőkkel érkezett a helyszínre. Az első riasztás után 13 perccel már el is fogták az álmokfutót, egy 22 éves dán férfit. A környéket lezárták, a mentőegységek pedig elkezdték a sérültek ellátását. A rendőrkapitány hétfőn számolt be a nyomozás eddigi eredményeiről. Nincs semmi, sem a nyomozásunkban, sem az általunk vizsgált dokumentumokban, sem a talált tárgyakban, sem a tanúk vallomásaiban, ami arra utalna, hogy terrorcselekmény történt, mondta. Hozzátette, a dán rendőrség szerint az áldozatokat véletlenszerűen vette célba az elkövető, és arra utaló jeleket sem találtak, hogy lettek volna tettes társai. A merénylő ellen 3 rendbeli emberölés és 7 rendbeli emberölési kísérlet miatt emeltek vádat a koppenhágai városi bíróságon hétfőn. A következő 24 napban pszichiátriai megfigyelés alatt tartják. Ez egy szörnyű ügy. A férfit most elmegyógyintézetbe szállítják, de a nyomozás folytatódik, nyilatkozta az zárt ajtók mögött megtartott tárgyalás után az ügyész. A lövöldözésnek 3 halálos áldozata van és 7 sérültje, akik közül 4 embert súlyos, de stabil állapotban kórházban ápolnak. A rendőrségi beszámolók szerint az áldozatok 15 és 50 év közöttiek, többségük dán állampolgár, de a sérültek között vannak svédek is. Mette Frederiksen dán miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a skandináv országot kegyetlen támadás érte, mint fogalmazott, gyönyörű és általában olyan biztonságos fővárosunk a másodperc töredéke alatt megváltozott.